Na sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk az R 2.0 következő részében. És ahogy láthatjátok, még mindig itt vagyunk a kis paradicsomba, ahol lakni fogunk. Na, éppen a kamera módban voltam, vagy fotómódnak is lehet mondani. És képzeljétek el akarok nektek valamit mesélni. Ugye előző részben lett egy raptorunk. Az nagyon jó. És mióta előző rész letelt, azóta fejlődtem egy nagyon kicsit, szóval 6-os szintű lettem a 4-esből, vagy nem tudom mennyi voltam a videóban. Vagyis utcsó rész, előző részben. De az a lényeg, hogy képzeljétek el, azért lettem 6-os szintű, mert építettem egy kis házacskát ide. Jó, azt hittem, hogy belaggoltam. Még nincs teljesen kész, és egyébként ez csak egy kezdetleges ház, szóval ha majd megnyílik nekem a fa cuccok, akkor át fogom egy kisé alakítani. És itt azért van kihagyva a fal ezen a oldalon, mert ide majd valami üvegszerűséget akarok tenni, mert vannak egyébként üveg cuccok is a játékban. Vagy egy csomó ablakot akarok itt tenni, vagy valahogy meg akarom oldani. Mert innen szerintem belátom az egész helyemet szinte. Kivétel azt az oldalt nem látom be teljesen, de ha erre a szélére állok, akkor így arra is el tudok nézni, akkor ha ide ebbe a sarokba állok, akkor azt is meg tudom nézni. És a legnagyobb tervem az egyébként, hogyha majd meg tudom nyitni a... Mindjárt mondom. Csak meg... Nem tudom megnézni, hányadik szintben van az, amit akarok. Na mindegy. Tudjátok, van az a tüskefal, amivel meg tudjátok magatokat védeni a különböző dínoktól. Tudjátok, ilyen kerítés, vagy minek lehet mondani. Ahogy terveztem, hogy ezt az egész helyet, szóval, hogy látjátok, megy a hegy így körbe, egész helyet megpróbálom így körül tüskézni. Mégpedig azt nem úszom meg, hogy ne jöjjenek be raptorok, vagy ilyesmi, de legalább kevesebb esély van rá. Szóval például, ahol be lehet jönni a én helyemre, vagyis nem tudom, minek hívjam ezt a helyet, majd akarok valami nevet adni neki, de most még kicsi paradicsomnak hívom. Nem a zöldségre értve, hogy paradicsom. És... van az a bejárat, akkor van az a bejáratot, meg van itt a házam mellett egy bejárat. Ezeket valahogy majd le akarom szűkíteni. Még nem tudom, hogy hogyan. Lehet, hogy építek valami falszerűséget, és azt is kitüskézem, vagy valami ilyesmi. Még meglátom. A lényeg az, hogy a mi kis tavunkba spónolnak halak, szóval halhúsiban nem szenvedünk hiányba. És ebben a részben azt terveztem, hogy megnézzük a Griff-hegyet. Nem tudom, hogy a raptort magammal vigyem-e, mert nem szeretném, hogy meghaljon. Ha én meghalok, az nem baj, mert ide visszaspónolok, mert aludtam itt. Igen, craftoltam egy normális ágyat. De ja. Ja, és... nézzük, azt még elfelejtettem mondani, de már tuti biztos, hogy észrevettétek, hogy erre a párkányra költöztem, ahova terveztem, hogy ide költözök. Még nem tudom, hogy a házat pontosan hogy legyen. Arra gondoltam, hogy marad itt. Így. Lehet, hogy 2 emeletes lesz. Vagy 3. De nem akarom ilyen toronyszerűen megcsinálni, hanem ilyen nagyon hosszú házszerűen. És mivel még nincs megnyitva, hogy tudjak ilyen háromszög alakú cuccot csinálni, tetőt, addig a ház így fog kinézni. Itt azért van kihagyva, mert ide majd akarok egy ablakot csinálni.
hogyha majd kinyitom a ablakot, akkor lássam ugye arra mi van, hogyha mondjuk jön valami felénk arról, vagy ilyesmi. De a legjobb hely, vagyis a legjobb dolog ebben a helyben, hogy igaz, hogy vannak raptorok a közelbe, de viszonylag ritkán jönnek ide. Vagyis ebbe a pár napba, játékbeli napba, amiben játszottam, alig volt raptor esemény. Szóval, ja. Én szerintem elviszem a... Ez mi? Ez mi ez a gomb? Nem akarom megnyomni, mert lehet, hogy rossz vége lesz. Most csak azt akarom, hogy... elnevezhetnénk valahogy. Mivel ilyen lilás színe van, elnevezhetnénk... Nem, őt nem nevezzük el Lilácnak, hanem legyen mondjuk... Ibi. Ibi, a Ibolyának a rövidítése. Egyébként azt nem tudom, hogy... Ó, Ibi egy csaj. Mindegy, a Ibi az úgyis ilyen, hogy mondjam, ilyen is-is név. Szóval az lehet fiú is, meg lány név is. Na, jöjjön utánunk, és elvisszük kalandozni. Na, igen, kettő ágyunk van. A egyik az a sleep, ahol aludtunk. Na, nekünk arra felé kéne menni. Akkor lehet, hogy azon a kijáraton kéne menni, és akkor fel a hegyre. Vagyis fel ide a dombra, és akkor úgy. Bár nem tudom, hogy ez jó ötlet. Mert szerintem ez volt az az út, ahol... Igen. Ahol láttam raptorokat. Az lenne jó, ha Ibit meg tudnám nyergelni, de az a szint még odébb van. Akkor lehet, hogy megkerüljük ezt az egészet, és akkor inkább arra elmegyünk, amerre az a kapu van. Igaz, hogy csinálunk egy kisebb kört, de lehet, hogy arra tényleg biztonságosabb. Vagyis én szerintem. Ez biztonságosabbnak tűnik. Vannak itt parák, teknős, ha jól láttam. Ja, és itt a hód is. Ó, kettő hód van itt. Cool. Itt egy chest. Ezt nem is vettem észre, pedig elmentem már egy pár... Párszor. Ó, 10-es levelbe tudom csak kinyitni. És mi még 6-osak vagyunk. Hát, akkor várnunk kell még. Na. De mit jelez nekünk veszélyesnek? Én most nem lát... Opa. Nem akartam. Egyébként szomjasak vagyunk. Nekem van a... A Dino-nak inventóriában voltam. Hú, nekünk a vízbag az nincs feltöltve. De egyébként innen nem messze van víz. Valami van... Az egy karmos Dino, meg egy raptor harcol? Akkor azokat jelezte veszélyes Dinoknak. Akkor lehet, hogy megpróbáljuk őket kikerülni. És akkor elmegyünk a vízhez, és akkor utána megpróbálunk elmenni a hegyhez. De ez olyan rossz, mert egyébként én már az előző részben is el akartam menni a hegyhez, csak mindig van valami gond. Vagy szomjas vagyok, vagy veszélyes dínó van a közelben, vagy ilyesmi. Na. És akkor a vízbegünket fel is töltöm. No. Mert most igazából kajában nincs hiányunk, csak izé. Csak Jajjaj.
itt van az a hosszú nyakú, akit láttam. Már egy, aki a aki mindegyik kőre így fölmászik. Jó van. Egyébként, ha nem nézek rá a térképre, akkor is tudom, hogy kb. Merre kell menni, mert ezt a helyet egy kicsikét ismerem. Előző világomban sokat repültem erre egyébként. Lefáradtam. Most éppen körbejárjuk a helyemet. Igazából az a lényeg, hogy ne találkozzunk össze semmi nagyon veszélyessel. Jó van. Igazából nem kell hátra néznem, mert mindig észre... Ó. Oké. Igazából túl is futott. Nem bírok beszélni. Futhattuk volna. Nem, buta vagyok. Az már egy kicsit több diló, annak már nem akarok neki menni. Jaj, ne! Ezeket utálom. Ez a bitch megölte Ibit. És én is meghalok. Hát úgy látszik, még nem vagyunk felkészülve egy ilyen útra. Ezek a hangyák nem is olyan gyorsak. Az a baj, hogy éhes vagyok, és le vagyok lassulva. Igen, mert erre még nem vagyunk felkészül. A másik ágyhoz akarok spónolni. Mindegy, egyébként oda is spónolhatunk. Hát most miért ide spónoltam? Hát most miért ide... Na mindegy. A ruhákat, azokat visszavehetjük. Szerencsére azt se veszítjük el. Szerintem ez volt a legjobb ötletem eddig, hogy a macikat izé. De ez rossz, hogy Ibit elvesztettük, de igazából annyira... Hogy mondjam? Annyira nem is... Hát nem az, hogy nem érdekel, hanem annyira nem is... Nem vagyok szomorú, szóval, hogy... Mert egyébként is raptorokat könnyű
könnyű megszelidíteni. Vagyis én szerintem. És még úgy se tudtam volna Ibit meglovagolni egy tizenvalahány szintig. Mert még azt se tudom, hogy mikor kapom meg a... Hát a raptor nyerget, az még odébb van. Na, ott is van egy ilyen cucc, nem biztos, hogy láttátok. Ó, az a madárhegy, azt hiszem. De mi most hova spawn? Ó. Igazából talán a madárhegyre egyszerűbb lenne átjutni, mert ott igazából csak a vízen át kell jutni, egy kicsikét szaladni, aztán ott vagyunk. De én most már nem akarom ezt megkockáztatni. Mert én örülök, hogy egyáltalán... hogy mondjam? Örülök, hogy egyáltalán... eljutottam valameddig. Na most szerintem inkább hazamegyek. Aztán kitalálom, hogy mi legyen még. Például eltüntetem azt a bagget, ami úgy eltakarja az ágyamat. Aztán valahogy ki kell találni, hogy hogy farmoljunk magunknak némi szintet, mert ez így nem állapot, hogy... Én szerintem a Griff hegyre akkor kéne elmennünk, amikor már meg tudunk lovagolni egy raptort, és lesz egy másik raptorunk. Addig szerintem nem lesz nekem érdemes oda elmenni. Na. És még messze vagyunk, hogy... Még messze vagyunk ahhoz, hogy... Hogy mondjam, hogy... Nem tudom, mit akartam pontosan mondani. Szóval attól még messze vagyunk jelenleg, hogy... hogy ilyen nagy kalandokat tudjunk csinálni. Mert egyébként a hegyek közelében tudom, hogy spónolnak allók, karnók, meg skorpió, meg az a macskaszerűség. Bár az a macskaszerűség én főleg a izéhegynél láttam, a madárhegynél. A griffhegynél inkább allókat láttam sokszor, meg skorpiót. Ja. De ez olyan rossz, nem értem a logikát, hogy a hegységbe spónolnak a skorpiók. Igazából a skorpiók annyira nem vészesek, olyanok, mint a hangyák, csak nagyba. Meg erősebb egy picivel a mérgezésük, de... annyira nem vészek, én igazából csak a allóktól parázok, mert azok nem ritkán járnak egyedül. Jó, van, még gyorsan megcsinálom azt, amit mondtam, hogy ezt a ágyat ott eltüntetem, hogy ne zavarjon. Aztán szerintem elköszönök tőletek. Hát úgy látszik, ez a kísérlet eléggé nagy bukás lett. Na mindegy. Én szerintem videón kívül próbálok így fát vágni, bogyókat szedni, követ szedni, meg ilyesmik. Aztán szerintem... ha elég nagy szintű leszek, akkor megpróbálok megszelidíteni egy másik raptort. És akkor megnyergelni. Mert ez így nem lesz állapot, hogy igazából nem tudunk kijönni a paradicsomból, mert minden ellenünk van. És mi meg semmik vagyunk, szóval ez így nem valami kellemes, tudjátok? Ja. Egyelőre be vagyunk zárva a paradicsomba. Vagyis úgy értve, hogy be vagyunk zárva, hogy itt a legbiztonságosabb jelenleg. Na. Én szerintem el is köszönök tőletek, szóval én Oxyfoxy voltam, találkozunk a következő részbe is, amiben már remélem, hogy kicsit tovább jutunk a dolgokkal. Na, sziasztok! Húú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 ú
toaster with a Kobe steak in the toaster. When you feed my lines and shit, you better deal with it. Wait here, I'm about to pick up Scarlett J and then Adeline.